Köszöntök mindenkit, egy kisebb húsvéti szünet után visszatért a bunkár. Ezúttal azonban Kirityán Zsolt nem lehet velünk, ugyanis összeszedett egy kisebb betegséget, úgyhogy innen is jobbulást kívánunk neki. Viszont itt van helyette Vári Kovács Péter színművész. Köszöntök mindenkit. Az alapcsapatból pedig Ince Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja. Köszöntök mindenkit. Lipták Tamás Aldó, a jobb szélső Telegram csatorna szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. Valamint Lantos János, Mi Hazánk kabinetvezető. Köszöntök én is mindenkit. Én pedig továbbra is Horváth Tamás vagyok. És köszöntesz te is mindenkit. És én is köszöntök mindenkit, igen. És ha Zsolt itt lenne, köszöntene mindenkit. Igen. Mi köszöntjük őt innen. Ugye 3 hétig nem találkoztunk, 3 hét alatt pedig elég sok minden történt. Ez azért a 21. századnak a sajátossága is, hogy felgyorsultak az események, és a magyar politikában is azért olyan események történtek, amikről fontos beszélnünk. Ugye volt itt egy svájci farkas kilövés, volt egy antifa támadás, vagy hát majd megbeszéljük, hogy mi is volt ez pontosan. Ugye az amerikai nagykövetség indított egy Ruszkik haza plakátkampányt Magyarországon, illetve ugye a győri terrorbombázásnak is volt az évfordulója április 13-án, majd pedig erről április 15-én megemlékezett Győrben a Légió Hungária, a Betyársereg és a Kombat 18. Legalábbis ugye ez a három szervezet szervezte ezt az eseményt, de nyilván mások is ott lehettek, akik az áldozatokról és a hősökről megemlékezni kívántak. Kezdjük ez utóbbival már csak azért is, mert időben ez van hozzánk a legközelebb. Ugye, mint már említettem, ez a mögöttünk hagyott szombaton volt, legalábbis a megemlékezés része. De mielőtt még a megemlékezésről kérdezném elsősorban Bélát, kicsit a történelmi eseményről is szerintem érdemes beszélnünk, már csak azért is, hogy esetleg azok az olvasóink, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mi történt 1944. április 13-án Győrben, ők is azért képbe kerüljenek. Ugye hát egy elég komoly terrorbombázás, ahogy a nevében is benne van ennek az eseménynek, zajlott le. Ugye angol 100, amerikai és brit gépek bombázták Győr városát, és hát 564-en meghaltak, 1132-en pedig sebesülést szenvedtek. Ez már önmagában is egy óriási tragédia, de ugye nem csak Győrben voltak sajnálatos módon ilyen bombázások a II. Világháború során, hanem 1945. március 26-áig összesen 1024 magyar településen 20 ezer halottat szedett az, hogy a szövetséges gépek ugye bombákat dobtak le, és hát Németországról már ne is beszéljünk, ugye a legkirívóbb a drezdai bombázás, ugye 1945. február 13-án gyakorlatilag a föld eltették egyenlővé ezt a német várost, és 100 ezer ember is meghalt. Ráadásul itt ugye azt is fontos hozzátenni, hogy stratégiai szempontból semmilyen értelme nem volt Drezda lebombázásának. Churchill arra bólintott rá kifejezetten, hogy itt ugye a civil lakosságot sikerüljön megtizedelni. No hát egy ilyen rögtönzött, kicsit talán túl hosszúra nyúlt történelmi bevezető után akkor térjünk rá tényleg a győri terrorbombázásra. Főleg a többi történelmi tragédiának a kontextusában, most nem is feltétlenül csak ezekről a bombázásokról beszélek, hanem hogy azért a II. Világháborúban elég sok népirtás, illetve egyéb súlyos bűncselekmények történtek. Hogy látjátok ennek az eseménynek a helyét a magyar emlékezetben? Kopéter, először hozzád fordulok. Hát mindenképpen nagyobb hangsúlyra kell részt venni ennek az emlékezésnek is, mint eddig történt. De hát itten szakértők ülnek mellettem, de nyilván a tankönyvekben mindenhol biztos vagyok benne, hogy keményebben kell ezeket a dolgokat előhozni, és akkor nem lennének ilyen arányeltolódások a közéletben, hogy valami jobban számít, valami kevésbé az emlékezés politikában. Igen, ezt jó, hogy mondod, és akkor tovább is passzolnám a szót, de ugye a tankönyvekben gyakorlatilag, legalábbis amikor én voltam általános iskolás és középiskolás, szinte egyáltalán nem foglalkoztak például konkrétan a győri terrorbombázásra. Mi semmit nem tanultunk erről. Aldó, te tanultál erről? Egyáltalán nem, sőt, hát most igazából, ahogy így visszaemlékszek a tanulmányaimra, mondjuk jó rég volt már az is, de tulajdonképpen egy ilyen teljesen egyoldalú, ugye ahogy mondani szokták a történelmet, a győztesek írják, hát ők nem írták bele azt, hogy mit követtek el, mik azok a bűnök, amiket ők elkövettek mondjuk a II. Világháború során. Úgyhogy egyáltalán, tulajdonképpen ha azt nézzük, nagyon sok ilyen esemény van pont ebből kifolyólag,
amit ugye eleve a szélső jobb dobott be a köztudatba, mint olyan. Tehát itt Trianon kérdésétől kezdve, akár a becsületnapját, ha nézzük, vagy most ugye akár a győri terrorbombázás, ezek mind, vagy tényleg a Balassa gyarmati cseh kiverés, tehát hosszasan lehetne sorolni azokat az eseményeket, ami az iskolában egyáltalán nem esett szó, addig, amíg mondjuk a szélső jobb nem kezdett el kicsit komolyabban foglalkozni ezekkel az eseményekkel. Béla, esetleg a rendezvényről is a történelmi dolgok mellett? Még talán annyi a történelmi vonatkozáshoz, vagy a történelmi eseményekhez, hogy erről a mai napig zajlik egy történészi vita, hogy terrorbombázás vagy csak bombázás. Ugye a terrorbombázást arra szokták alkalmazni, amikor ez kifejezetten civil lakosság ellen irányul, és a hátország megroppantása a cél, mármint a morális megroppantás. És ugye Győrben a bombák túlnyomó része valóban helyi repülőgyárra hullott, ahol többek között egyébként Messerschmitteket szereltek össze. Tehát így ezt lehetne egy hadicélú bombázásnak tekinteni, csak ugye az a probléma, hogy egyrészt a bombák egy jóval nagyobb 3 km sugarú kört beterítettek a gyáron túl, ezt még ilyen 500 méter, 1 kilométerig szokták úgy venni, hogy rendben benne volt a szórásképben, de ez azért jóval nagyobb, tehát nagyon sok civil létesítmény is megsérült, sőt megsérült kórház, sőt megsérült egy templom, ahol éppen egy keresztelő zajlott, és a kisgyermeket, akit éppen kereszteltek, azt egy nővér vetette rá magát, aki meg is halt egy repesztalálat miatt. Tehát, hogyha ő nem veti rá magát a gyerekre, akkor a gyerek hal meg. Úgyhogy ott egy ilyen mártír halál is született. De ami a legbrutálisabb, az az, hogy a gyárból kimenekülő munkásokat, férfiakat, nőket vegyesen, akik kimenekültek a rába töltésére, őket légnyomás belökte, a robbanásának légnyomása belökte a folyóba, és ahogy a folyóból próbáltak kimenekülni, a bombázókat kísérő vadászgépek legéppuskázták őket. Tehát, hogyha valami háborús bűncselekmény és terrorcselekmény, akkor nem tudom, hogy minek kéne még történnie ehhez, hogy ezt így jóváírják, akár még magyar történészek is, és vagy elsősorban magyar történészek, csak ugye pont itt ez a probléma, hogy ők itt vitatják és relativizálják ezt az egész kérdést. Nekem egyébként a megemlékező beszédemnek is a középpontjában ez a mentalitás állt, ami valószínűleg így sajnos a modern világban jellemző a legtöbb társadalomra, de mi ugye magyarként a legsiralmasabbnak nyilván saját magunk helyzetét és az itteni néplelket tartjuk, hogy folyamatosan ez a relativizálás, a saját mártírjaink fájdalmának az ilyen elhallgatása, nem a megfelelő, nem a kegyeletteljes hozzáállás. Tehát úgy csinálnak, mintha ott többek között a Győrben kifolyt magyar vér, az nem az ő vérük is lett volna, vagy legalábbis nem értük is folyt volna ez a vér. És nem hajlandók erről tudomást venni. Ami meg már az érem másik oldala, vagy ami még inkább túlmutat ezen, hogy Győr légvédelménél is, illetve ez egész Magyarország légvédelménél hatalmas szerepet játszottak be a Puma vadászpilóták, többek között ugye a leghíresebb Tobak Tibor, akit gyakorlatilag nemzeti hősként kéne őket ünnepelni, hát róluk sem sokat lehet hallani. Hála Istennek az utóbbi időben a Honvédség egyébként felvállalta az ő szerepüknek a tágabb nyilvánosság előtt való bemutatását, de erre is évtizedeket kellett várni az úgynevezett rendszerváltás után, hogy egyáltalán széles körben ismert legyen az olyan nemzeti hősök és hatalmas katonaikonok neve, mint például Tobak Tibor. Hát és széles körben még mindig nem ismert. Az egy dolog, hogy ugye a Honvédség most már valamilyen szinten legitimálta, pont egy hónappal ezelőtt Veszprémben szervezett a Magyar Honvédség a hazajáró egyesülettel egy közös túrát, ami pont egyébként a Bakonyi Pumáknak az emlékére volt, úgyhogy azért valóban már elindult egy ilyen folyamat, de akkor még visszaadnám neked a szót, hogy zajlott a rendezvény, volt bármiféle atrocitás, esetleg ellentüntetés? Gondoltuk, hogy nem, én mindig úgy vagyok vele, hogy annak ellenére, hogy milyen események zajlottak itt le, ugye főleg a becsületnapja környékén, én annyira röhelyesnek tartom a magyar antifát, hogy nem gondolom azt, hogy ők így magukba kimernének jönni egy eseményre. Most egy darab túlsúlyos hölgy játszotta az antifa szerepét, aki ott kiabált,
tehát így mindenki kiröhög. Tehát röhelyes, olyan volt az a hölgy, mint a magyar antifa mozgalom egy ilyen nagyobb kiadásban. És ezen kívül így, amit még érdemes kiemelni konkrétan a megemlékező zavaró körülményekkel kapcsolatban, hogy a győri rendőrség valamiért tavaly is és idén is így nem hajlandó elfogadni, hogy nem 1972 van, és az utcán nem olyan rendszabályok érvényesülnek, amit egy ilyen kommunizmusból hátramaradt rendőrkapitány ideálisnak gondol. És gyakorlatilag most vagy tényleg nem ismerik a gyülekezési törvényt, és a helyszínen találnak ki új játékszabályokat, mint a sértődött kisgyerek, aki vesztésre áll a társasjátékba, és kitalál egy új szabályt, hogy akkor mostantól így játszunk. Vagy ez a zsigeri rossz indulat, ami ott sűr belőlük. A tavalyi az sokkal durvább volt, de akkor így felmutattuk nekik a úgymond az erőt, nyilván jogi értelemben, hogy hát ez nem úgy működik, ahogy ők gondolják. Idén már csak olyanokkal próbálkoztak, hogy ha alakzatba állunk, akkor nem hagyhatjuk el a teret. Megmondtuk, hogy jó, majd meglátjuk, és elhagyhattuk a teret. Tehát ez így fura ez a hozzáállás, de majd az évek során megtanítjuk nekik, hogy ez hogy működik. Hogyha sajnos úgy tűnik, hogy az iskolában ezt nem sikerült nekik átadni. Ettől eltekintve nagyon méltóság teljes volt a megemlékezés. Ugye gyakorlatilag a gyülekező elején elkezdett szakadni az eső, és a vonulás részét, illetve Kirityán Zsolt megemlékező beszédét még szakadó esőben hallgathattuk végig, ami annyiban segített az átélésben, hogy az ember azt hiszi, hogy jaj, most megázunk, most esetleg megbetegszünk, most ez kellemetlen. Nekem is ott volt mindhárom kisgyerekem, tehát azért ilyenkor tényleg az embernek okoz ez kellemetlenséget, na de mégsem bombák hullottak az égből. Tehát így ez segít az átélésben, hogy mi a kellemetlen, és milyen fokozatai vannak ennek. Hát Budapesten sem hullottak bombák az égből, legalábbis a elmúlt 70 akárhány évben biztosan nem. Viszont egy újabb antifa támadás történt, legalábbis a médiában így volt keretezve. A húsvéti hétvégén, az éjszakában, ha jól tudom, az instant szórakozóhely környékén kötöttek bele egy Lonsdale pulcsis magyar állampolgárba, és ugye végül kisebb sérülésekkel úszta csak meg ezt az egész atrocitást, és ő ezt később úgy nyilatkozta le a Mandinernek, hogy ugye 5-6 külföldi antifa volt az, aki nácinak nézte egy Lonsdale pulcsi miatt, holott ő egyébként nem náci, és azon az este éppen egy zsidó lány szedett össze, akinek egy óriási Dávid csillag volt a nyakába, de ez már igazából csak egy zárójeles megjegyzés. Fontos megjegyzés ez. De igen, az nyilván ez is történet. Hozzátartozik a sztorihoz, ahogy ti is mondjátok. Mi már csak egy kávét kérnénk akkor. Viszont János, hozzád fordulok most először. Beleillik ez a támadás is abba az antifa támadási hullámba, mint ami volt a becsületnapja környékén, vagy ez egy teljesen másik eset? Nyilván információim nekem sincsenek arról, hogy pontosan kik voltak, vagy hogyan kerültek ide, de én azt valószínűsítem egyébként, hogy nem abba a láncolatba illik bele, ami a becsületnapja környékén volt, hanem egy esetleg külföldiekből álló ide tévedt társaság nézett valakit idézőjelben nácinak, de a Lonsdale pulóver miatt én talán 2007-ben viseltem, vagy 2008-ban utoljára Lonsdale, de már akkor erősen kifutóban volt a mi köreinkben ez a márka, mert a Lonsdale tulajdonképpen harcot hirdetett a saját vásárlói ellen, és akkor elkezdtek gyártani szivárványszínű Lonsdale pulóvereket, akkor afrikai foci csapatokat, tehát mindent megtett annak érdekében, hogy a hazafias rétegek eltávolodjanak ettől a márkától, ami meg is történt egyébként itt Magyarországon biztos, mert ugye létrejöttek aztán saját magyar márkák, Nyugat-Európában is számos hazafias viselet létezik, tehát Lonsdale-t szerintem maximum elvétve lehet már a mi köreinkben látni, az is olyan, hogy valakinek megvan 10 éve és még elhordja, tehát nem lehettek túlságosan képben az antifák. Viszont ennek kapcsán azért egy másik témát szeretnék bedobni, illetve nem másik téma, ehhez kapcsolódik, és egy nagyon picit átvenném a szerepedet, mert nem én vagyok az illetékes a teljes mértékben, hogy válaszoljak erre. Már az előző videó alatt is, amikor az antifa ügyet tárgyaltuk, ugye jöttek olyan vélemények, és most akkor azon el lehet vitatkozni, hogy kell-e foglalkozni a kommentekkel, vagy nem kell, de most is láttam ilyet, hogy na most akkor mit csinál a magyar jobboldal, biztos majd egy újabb fotót kitesznek, meg stb. Tehát, hogy azért ezt tegyük már rendbe, hogy
És itt elsősorban ugye Bélához fordulnék, aki egy mozgalmat vezet, ugye Zsolt sajnos most nem tud itt lenni, de ő is illetékes lenne ebbe, hogy ez azért nem úgy működik, hogy akkor az ő elvárásoknak megfelelően, ami történik, akkor azt kitesszük, vagy kiteszitek a kirakatba. Én szerintem most ennek kapcsán inkább erről kellene egy kicsit beszélni. Abszolút jogos a felvetés. Igen, tehát ezt én is nagyon sok helyen olvastam, meg érkeztek ilyen, volt, amikor abszolút ilyen nekem címzett kérdés volt, amikor akár Zsoltot is ugye említetted, neki címezték ezeket a kérdéseket, hogy akkor na most mi lesz? Hát, hogy most mi lesz, azt akkor sem mondanám el egy ilyen műsorban, hogyha ha lenne bármi, akkor meg pláne nem, hogyha nem. Tehát ez az egyik része, ezt gondolom, ezt így érthetően megfogalmaztam. A másik része pedig az, hogy van egy ilyen nagyon sarkosan megfogalmazott mondás, Kibicnek Kussa neve. Nem gondolom, hogy bárkinek magára kéne vennie, hogyha mégis ezt tesz így nézők, hallgatók közül, akkor én azt sajnálom, viszont ugye ez a mondás az arra vonatkozik, hogy aki nem ül a kártyaasztalnál, az oldalról ne szóljon bele. Tehát itt olyan felelősségek nyugszanak vezetők vállán, amit ők nem nagyon tudnak felfogni, mert nem, hogy nem vezetők, hanem nem tagjai egy szervezetnek, ahol csapatkötelékben kell mozogni, ahol ki kell állni egymásért, és vigyázni kell a másikra. És hogyha valaki ezt nem tudja felmérni, csak követelőzni tud, akkor Kibicnek Kussa neve. Ennyit. Más nem tudok hozzá. Én csak úgy éreztem, hogy ezt tisztába kell tenni így egy műsor keretein belül legalább, mert ez rendre előjött. Egyrészt ezt szerintem nagyon jól érezted. Hát olvasva a különböző felületeken az esetnek a részleteit, amiről azért nagyon sok minden nem derült ki, hiába pedig itt a fél média körbe kérdezte az áldozatot. Bennem is egyből ez keltett megrökönyödést, hogy Lonsdale Pulcsi miatt 2023-ban megvernek valakit, hát jó, még az is lehet, hogy egyébként igen. Ugye azt azért nagyjából tudni kell, hogy, és nyilván mindenki tudja, hogy Budapest egy világváros. Jönnek, mennek a turista csoportok, ilyen-olyan szervezetek tagjai, futballszurkolók, nem is feltétlen futball, hanem más csapatsportágak szurkolói, akik között nagyon sok balos is van egyébként, vagy konkrétan kifejezetten szélső balos. Tehát egyébként az Antifa támadások óta én két konkrét esetről tudok, amikor Magyarországon szélsőbalos táborok, vagy tábor, itt volt Budapesten. És ez nyilván máskor is előfordul, megesik, tehát simán benne van a pakliban, hogy egy ilyen összefutott ez a fiatalember, de az is lehet, hogy fél évvel ezelőtt is volt egy ilyen, egy évvel ezelőtt is volt egy ilyen, és ugyanúgy fél év múlva is lesz, meg egy év múlva is. Csak ugye a februári események egyébként teljesen érthető módon egy akkora hype-ot csináltak a témának, hogy most aztán mindenki ugrik rá, és most, hogyha ha tényleg gyakorlatilag valaki egy MSZP kitűzővel felpofoz valakit a villamoson, akkor itt ez antifa támadásként van bemutatva. Könnyen elképzelhető, hogy tényleg antifák verték meg ezt a fiatalembert. Benne van a pakliban, mondom, tehát ezzel nem nagyon lehet egyébként mit csinálni, tehát itt tényleg jönnek, mennek az emberek, csoportok, ez mindig benne lesz a pakliban, hogy ilyen megesik. Péter, lehet ezzel valamit csinálni? Nem tudom, nekem ilyen jutott eszembe, hogy már hogy nem a Lonsdale Pulcsi, hanem akkor a magyar harcos, stb., tehát a Hungarian Legends, hogy akkor nem tudom, hogyha most ezt minél többen hordják, akkor majd előbb-utóbb mindenkit megvernek a Budapesten, mert körülbelül az érzésem, nem, hogy olyan, ugye már most egy ilyen ruhabűnözés alakult ki, ugye még régen a Magyar Gárda kapcsán is, de hogy ez egy ilyen, hogy nem tudom, hány év, tehát 10 éve is volt ilyen? És ezt csak így kérdezem, hogy mondjuk egy ilyen Pulcsi miatt, hát előfordulhattak ilyen esetek egyébként, csak erről nyilván a média nem adott hírt, és ugye amit itt mondtál, hogy a februári események miatt lett annyira éles a média szeme erre a jelenségre, igen, és azért ír meg azóta idézőjelben minden ilyet.
előfordulhat. De lehet, hogy ennek lesz egy felfutása. De a másik oldal irányába is azért, tehát nem csak ide. Csak eszembe jutott, hogy tényleg, hogy lenne egy népmozgalom, hogy hordjunk nacionalista ruházatot, és akkor mindenkit megverjenek a külföldi. Mindegy, csak ez hülyeség, csak hogy ilyen furcsa, hogy ez erről kell beszélni, nem? Tehát valahol azért a saját hazánkban ez így furcsa, akár milyen faramúci helyzetek történnek, hogy a saját... Tehát tulajdonképpen ez is egyfajta identitás, hogy valaki nem nacionalista ruhát hord. Vagy szerintem itt azt is látni kell valahol, hogy lehet egyébként, hogy az utóbbi ilyen 10 évben vagy 15 évben igazából olyan szinten nem volt ellenfél, semmilyen szinten. Igen. Így a magyar nacionalistáknak mondjuk az utcán, hogy most nem azt mondom, hogy belekényelmesedtünk, hanem egész egyszerűen így nem számolunk azzal, hogy kaphatunk két pofont azért, mert felvállaljuk mondjuk a nacionalizmusunkat. És megint erre utalok vissza, hogy közben meg itt jönnek, mennek az emberek. Igen, tehát nyitottak a határok, járkálnak Nyugat-Európából meccsre, koncertekre, fesztiválokra, stb. És hát fönn vagyunk a térképen. Igen. Tehát ezt tudomásul kell venni, ezt látni kell. Én ezért mondom azt, hogy tényleg azt nem lehet mondani, hogy én lennék mondjuk a legsportosabb akár a mozgalmunkban is, de azt mondom, hogy igenis ezt komolyan kell venni. Persze, mindenkinek készülnie kell arra, hogy sajnos egy szombat hajnal 2-kor benne van a pakliban, hogy akár egy külföldi szélső balos felismeri, és oda megy, hogy ezért. Tehát én ugyanezt mondom, ezt csak ilyen félig viccesen mondtam, hogyha mindenki a ruhát hordana. Lehet, hogy azon az ellenállásnak az egyik módja, hogy még többen ilyen ruhát hordanak, de egyetértek. Csak ugye pont ez a céljuk, nem? Hogy hátad mögé nézzél, és pont ezt akarják is szisztematikusan elérni. Tehát az, hogy ennek hatására kevesebben hordjanak ilyen ruhát, az nem jó válasz. Persze, hogy nem. Pont az, hogy többen. Persze, én ezt akarom mondani, hogy jó, most ez egy ilyen esetek most történnek, de... De csak valahol az a furcsa, hogy itt 2023-ban tényleg arról beszélgetünk, hogy a saját hazánkban, a saját fővárosunkban gondolkozunk rajta, és lehet-e ilyen ruhát hordani, most ez egy idézőjelbe, de hogy erről megy a történet így Magyarországon. Hát, ugye én még a konkrét esetről én is egy pár gondolat, most ez a Lonsdale-t hordjunk-e vagy ne. Nekem vannak Lonsdale cuccaim valóban elég régről, és szoktam is őket hordani, főleg sportolás közben, mert ugye a régiek elég viseltesek. Most azt is hozzá kell tenni, hogy szerintem egyébként így a szélső jobboldali identitás politika meg identitás kifejezés szempontjából nem is teljesen irreleváns a téma, hogy azért a Lonsdale az nem egyszer csak kifordult magából, és akkor elkezdett ugye olyan politikát, üzletpolitikát folytatni, hogy elüldözze a különböző szélső jobboldali vásárlóit. A Lonsdale soha nem volt ilyen márka. Tehát persze, ugye ez sportolói... Hogyha félreérthető voltam akkor, igen, hogyha... Tudtam, hogy te tudod, csak hogy ezt tegyük tisztába. Hát ugye vannak ilyen márkák, mint a Lonsdale, Everlast, Fred Perry, és még a végtelenség lehetne ezeket sorolni, amik valamilyen úton, módon így összeolvadtak a különböző akár lelátói, akár skinhead szubkultúrával az évtizedek során, és valamiért elkezdték ezek a körök ezt hordani. És akkor vannak olyan márkák, amik kifejezetten kampányt indítottak annak érdekében, hogy ne viseljék őket, meg vannak olyanok, amiket nem annyira érdekel ez, és teljesen profitorientáltak, és a többi. Nyilván én is egyébként azt tudom javasolni, hogy aki ilyen körökhöz tartozik, az hordja akár már ugye Péter által említett magyar harcost, Hungarian Legendset, Homeland and Family-t, és a végtelenségig lehetne ezeket sorolni. És abszolút rossz válasznak tartanám azt, hogyha most elkezdenénk az utcán leszokni ezeknek a viseletéről. Mind a mellett nem gondolom azt, hogy ez egy olyan antifa támadás lett volna, ami ráhúzható ugye a februári események folytatására, tehát hogy itt valami folytatólagosság van ebben a történetben, mert egyáltalán nem illik bele abba a képbe. Ugye nem ismerem az áldozatot személyesen, én áttételesen van közös ismerősünk, de nem kommunikáltam vele, meg nem ismerem. A történet az egyáltalán nem olyan, mint ami februárban volt. Tehát itt inkább egy ilyen,
ilyen kocsmai szituációból alakulhatott ki ez az egész. És nem vitatom azt, hogy a támadók azok szélső baloldaliak voltak, és azt sem vitatom, hogy volt egy ilyen motivációjuk, hogy na, a rohadt izéskiért, mit hord Lonsdale, bár hosszú hajad meg a gyereknek, aki tudja támadásért. De mindegy, de a lényeg, hogy szerintem ez inkább egy ilyen kicsit spontán, ilyen kocsmai dolog, amivel kapcsolatban meg azt kell megemlíteni, hogy ilyenek mindig is voltak. Tehát ilyen mindig volt, hogy valaki elment az éjszakába Bomber Jackie-ben, akkor ez benne volt a pakliban. Sőt, régen még hatványozottabban, mint manapság. Tehát ez ilyenek történtek, tegyük hozzá, pro és kontra. Történtek ilyenek, hogy ha valaki nagyon kirakja az irányjelzőt, akkor ott jönni fog az ellenhatás. Viszont volt egy másfajta ellenhatás is, vagy ellenreakció, inkább pontosabban megfogalmazva. Ugye egy héttel az események után a TED helyszínén megjelent a betyársereg, és hogyha jól láttam azokat a képeket, amik ott az Instagramnál készültek, nagyjából egy ilyen 5-6 fővel voltak jelen. A legtöbbükön Lonsdale cuccok voltak. Hát lehet, hogy régről maradt náluk, de ugye most nyilván ez egy jelképes dolog volt így a támadás után. És hát érdekes módon a beszámolókban azt olvastam, hogy őket nem támadták meg. Szerintem egyrésztről ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, ezt már a győri esemény kapcsán is egyébként akartam mondani, hogy tehát azért nekünk még mindig a valóságban kell működjünk, és azt kell lekommunikáljuk a különböző felületeken, ami a valóságban történik. És éppen ezért nagyon fontosak ezek az akciók és ezek a megmozdulások, akár amikor villamosra szállnak különböző problémás helyeken, vagy most, hogy erőt mutattak ők is, és azt mondták, hogy jó, hát akkor elő a régi Lonsdale-eket, és akkor irány, nézzük meg ezt az Instant nevű helyet. Tehát ezek borzasztó fontosak, mert ilyenkor derül az ki, hogy a valóság és az utca egyébként még kié. Tehát ez nagyon fontos események, és csak gratulálni tudok hozzá. Igen, és itt talán érdemes visszakötni János felvetéséhez, hogy most akkor lesz-e valami, vagy nem lesz valami ilyen esetekben. Erre is lehet mondani, ugye, hogy a betyársereg tagok oda mentek, hogy hát most oda sétáltak és kiraktak egy fényképet. Na de akik verik az asztalt, hogy itt ilyen bosszú, meg olyan bosszú, meg ez, meg az, meg amaz, ők egyébként, ők mit várnak egy ilyen szituációtól, hogy itt majd egy szervezet le fogja kommunikálni, hogy és akkor mint régen az ávósok úgy lógtak a lámpavasokon az Andrássy úton végig? Vagy tehát mit szeretne? És utána ő fizeti az ügyvédeket? Ő fog azokat a családokat ő fogja eltartani, akik kereső nélkül maradnak? Tehát itt én nem azt mondom, hogy válasz nélkül kell hagyni bármit is, tehát remélem ezt mindenki érti, hogy miről beszélek, már most ezt a hallgatóknak mondom, hogy remélem mindenki érti, hogy miről beszélek, hanem hogy ezt nem itt nagyhangú kommentelők kényekedve szerint lesznek ezek a dolgok lekommunikálva. No hát ezt a témát úgy gondolom, hogy elég szépen kiveséztük, úgyhogy térjünk át a svájci farkas kilövésére. Ugye ez is borzolta a kedélyeket az elmúlt napokban, sőt talán még most is gyakorlatilag. Most már olyan cikkeket olvastam, hogy svájci kommentelők akadtak ki a magyar vadászra, és ez Magyarországon sajtóhír, hogy a svájci kommentelők kire akadnak ki, és kire nem. De hát mégiscsak akkor... Sajtótörténeti pillanat. Igen, abszolút. Úgyhogy, de azért röviden felvázolnám, hogy mi történt, aki esetleg nem tudná. Ugye, mutogasd is el. Van egy svájci farkas, akire rátettek egy jeladót, és miután rátették a jeladót, ő 1927 kilométert gyalogolt kelet felé, ugye először Svájcból átment Olaszországba, majd Ausztriába, Ausztriából pedig ugye Magyarországra, és hát ugye sokan már gondolták, hogy baj lehet, amikor kiderült, hogy Borsod megyében jár a farkas, lehet, hogy nem pont ilyen kontextusban gondolták, hogy baj esik, hanem esetleg mondjuk nem tudom, egy családnak a vacsorája lesz, vagy ugye ott azért tudjuk, hogy mennek érdekes dolgok, de aztán végül... Ő meg Svájcban más bánásmódhoz volt. Igen. Szóval más kulturális környezetből érkezett. Igen, úgyhogy nem volt tisztában azzal, hogy milyenek itt a viszonyok, de nyilván ezt félig viccesen mondjuk. Viszont az tény, hogy egy szabolcsi vállalkozó, aki egyébként ugye professzionális vadász, vagy legalábbis van vadász engedélye, kilőtte ezt a farkast. Utólag azt mondta, hogy azt hitte, hogy egy kóbor kutyáról van szó, és ezért lőtte ki, de hát ugye azt a nagy neonszínű jeladót azért talán észre lehetett volna venni a
a nyaka körül ennek az állatnak. Na viszont ezután elszabadult a pokol, ugye a kommentelők egyik fele az azt mondja, hogy hát a farkasok azok valós problémát jelentenek Magyarország erdeiben, mert most, hogy már visszatértek a Kárpát-Velencébe, vagy legalábbis ugye most már a szűk Magyarországra is, hogyha úgy nézzük, a muflonállomány miattuk gyakorlatilag kipusztult. Mások pedig azt mondják, hogy hát ez állatkínzás, hiszen egy védett állat lelövéséről van szó, és hát ezt a vadászt is le kéne lőni, vagy börtönbe zárni, tehát azért elég sok ilyen hasonló. Nagyjából látom magam előtt a két oldalt, tehát hogy a muflon, tehát aki a vadkárt emlegeti, ő valószínűleg járt már erdőben, míg az, aki a szegény farkast sajnálja ebben a történetben, ő valószínűleg a Városligetig el tudott merészkedni. Városligeti fasor. De egyébként nyilván én sem elpoénkodni akarom ezt a kérdéskört, csak sajnos, van téma, amire ez a kettősség borzasztóan jellemző, az pont ez a környezetvédelem, a természetvédelem, a természethez való hozzáállásnak a kérdése. Tehát itt ide lehet venni tényleg a gyerekként tartott kutyák kérdését, a ne vág ki a fát a betondzsungel közepén témát. Tehát ez egy borzasztóan kettős probléma szerintem idehaza. És hát közben meg azt is meg kell nyilván jegyezni, hogy azért a vadász kultúrában is elképesztő károkat okozott az a bizonyos 40 év. Tehát hogy most már nem Fekete Istvánok vadásznak az erdőben, hanem Kádár Jánosok nagyjából, akik mindenre lőnek, ami mozog, meg amit ő kifizetett, mert ő ugye kifizette, neki van erre pénze, ő ezt megteheti. És ma már nem azért megy az erdőbe, és nem azért hódol egyébként a vadászatnak mondjuk, mert van benne valamiféle természet iránti elkötelezettség, tisztelet, ami tudom, hogy így furán hathat, de mégiscsak ennek kéne az alapnak lennie, hanem ő tényleg neki ez egy hétvégi hobbi, mint hogy más elmegy teniszezni, elmegy focizni, ő éppen, mert megteheti, elmegy vadászni. És nem igazán érdekli, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Egyébként ebben, amit mondasz, van valami, de azért szerintem nem szabad általánosítani, mert például a Magyar Vadászkamara az elsők között adott ki egy elítélő közleményt, tehát hogy azért a magyar vadásztársadalom is megosztott ilyen szempontból, és vannak még azért persze, normálisabb Fekete Istvánok. Én is ismerek ilyeneket, igen, tehát vannak nyilván, csak azért mondtam, hogy sajnos ez a másik jelenség is megjelent. Mondom, ez a 40 év, ez nagyon sok kárt tett valószínűleg ebben a vonatkozásban is. Akkor elmondom én is a véleményemet, ha már így rám néztél. Ugye az alapsztori az ismert, a Svájcból érkezett szürke farkas, Borsod megyében ki lett lőve. Én egyébként, és ezt laikusként mondom, ez azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy akár egy távcsövön keresztül ne lehetett volna látni azt a 15 centis jeladót. Megjegyzem egyébként, hogyha tényleg kóborkutyának nézte, ott még nagyobb a baj, mert hogyha kóborkutyának nézi, akkor ennyi erővel emberre is lőhetett volna, mert hogy mozgott, tehát azért ott gondok lennének. Nem hiszem egyébként, hogy kóborkutyának nézte. De hogyha kóborkutyáknak a kilövéséről van szó, ugye elméletileg azt sem lehet csak úgy kilőni, csak akkor, hogyha úgymond tetten érés van, hogy űzi a vadat. Na most mondjuk, hogyha nincs ilyen tettenérés, de erdőben látja meg a vadász a kóborkutyát, akkor azért joggal érvelhet a valóság talajából kiindulva, hogy valószínűleg fogja űzni a vadat, tehát ilyen téren a gyakorlat azt mutatja, hogy ilyenkor ki szokták lőni. De egyébként nem olyan nagyon sok szokott történni egy évben ahhoz képest, hogy van több százezer kóborkutya Magyarországon. Hát, jó, ezres nagyságrend, ez is egyébként a kóborkutyák kilövése. De mindegy, de én nem vagyok szakértője a témának. Inkább én arra szeretnék rávilágítani, és itt az illető vadásznak, vagy orvvadásznak, mert ez is komolyan felmerült. A jellembéli hiányosság az abban mutatkozott meg szerintem, hogy miután elkövette ezt a kilövést, és látta, hogy ugye nem egy kóborkutyáról van szó, ugye nem az történt, mint mondjuk teszem azt egy közúti balesetnél, hát ugye azt is tud úgy okozni egy ember, hogy nem szándékosan, de arra nem az a megoldás, hogy akkor cserben hagyom az áldozatot és elhajtok, hanem itt is ugye jeleznie kellett volna, hát bocs, emberek, nem szándékos volt, ezt tettem. De ugye beledobta a hernádba
a jeladót, és akkor utána így a sajtóban lehetett olvasni, hogy mégis ez úgy derült ki, vagy kapott szárnyra ez a hír, hogy ő volt, hogy eldicsekedett vele. Tehát, hogy ez, hogy hol, milyen közegben, elképzelhető, hogy a helyi kocsmában, nem tudom, hogy ezt tette. És ugye a házkutatásnál természetkárosításra utaló bizonyítékokat foglaltak le. Ez ugye azt jelenti, tehát természetkárosítás, ez lehet akár kitömött állatok, vagy ilyesmi. Tehát ugye itt visszaesőről is lehet szó. Vagy hogy a természetkárosítás, meg mondjuk ennek a farkasnak a kilövése, ugye akkor már előrevetít egy több rendbeli vádat is. Tehát ilyen téren reális lehet egyébként, hogy letöltendőt kapjon. Én egyébként ezt támogatnám, de nem abból a hisztériából kiindulva, ami az interneten most folyik, mert ez a másik területe ennek az egész témának. Tehát azt megfigyeltem évről évre, hogy a kommentelők, meg a Facebookon, meg mindenhol nagyon szeretnek felháborodni, nagyon szeretnek sarkos véleményt megfogalmazni, kivel mit kellene csinálni, és ugye nagyon szeretik kollektíven az egész magyar társadalmat azonosítani azzal, hogyha egy idióta valamit csinál, és ugye olvasom ezeket, hogy hát csak Magyarországon fordulhat elő ilyesmi, holott igazából 3-4 kattintással ki lehet deríteni, hogy előfordult ilyen már Ausztriában, Németországban, ki tudja még, hogy hol. Tehát, hogy ennek nagyon elejét kéne venni, hogy gyakorlatilag a saját országunkat köpködjük ezért, mert most ez itt történt. Igen, itt történt, a magyar hatóságoknak van vele tennivalója, el is indult a nyomozás, de ebből ne kreáljunk már ilyen hisztériát, hogy itt akkor kollektíven a magyar társadalom vagy a magyar nemzet bűnös abban, hogy ez itt és csak itt történhetett meg, pont. Viszont annyit még hagyd tegyek hozzá, én nagyjából ilyen heti szinten járok erdőbe, tehát nincs olyan hét, hogy ne töltenék ott egy délutánt. Hát szerintem egy hónapban biztos, hogy látok olyat, hogy kutyavadat űz. Uh-huh. Tehát, és az a budai hegység, tehát nem is a Mátra között. Ja, de bocsánat, én nem azt mondtam, hogy kevés az az eset, hogy a kutyavadat űz, hanem hogy ahhoz képest, hogy mennyi kóborkutya van, a kilövés a szám. Csak itt az a baj, hogy ezek sokszor egyáltalán nem kóborkutyák, hanem nagyon is ott van a nyakörv rajta, nagyon is megvan a gazdi hát egyébként, meg, igen, csak sajnos abból a mentalitásból, amit az elején igen mondtam, következik, hogy ja, hát én nem rakok pórázt a izére. Jó, hát tudom, hogy kötelező erdőbe, amúgy nem tudja a legtöbb, de hát a fifike visszajön, hát ő mindig visszajön nekem. Csak amikor a fifike megérzi a vaddisznót, vagy a szarvast, vagy a nem tudom én mit, akkor ő nem fog visszajönni, viszont elkezdi kergetni. És hány olyan baleset van egyébként, amikor a szarvas azért ugrik keresztül az úton, rá egy autóra adott esetben, mert a fifike kergeti. És akkor utána, amikor a vadász kilövi a fifikét, akkor meg jön a komment a felháborodott gazdától, hogy hát a lábam mellett volt, és ott lőtte ki a izét. Tehát, hogy ilyenkor valahogy mindig a lába mellé kerül a kutya a gazdinak, amikor a vadász kilövi. Szóval ezek ilyen, igen, ezek ugyanebből a mentalitásból, igen, igen, meg problémakorból adódnak igazából. Igen. És nem mondom, nem vagyok álszent, én is el szoktam engedni a kutyámat. Nagyon jól tudom, hogyha netán valami baj történne, ott csak is én leszek a felelős. Akkor is, ha balesetet okoz, akkor is, ha kilövik a kutyát. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem tudatosítani. Bocsánat, az jutott eszembe, amit mondtál János, hogy a kommentelőknek az a része, akik erre ráugranak, és akkor befeketítik teljesen Magyarországot, mondjuk, hogy itt csak itt történhet ez meg, hogy szerintem nyilván... Ti is tudjátok, biztos, hogy nézők is, ez a tudatos, nyilván ez a komment szekciók is, nyilván a minél jobban ártsunk Magyarországnak, ez a belső ellenségnek az egyik kis szekciója, nem? Akik erre ugranak és erre rá tudnak építeni kampányokat. Ezeket a kommenteket balliberális portálok kommentmezőibe lehet főként olvasni. Akik ugye sejtelmes címadásokkal, egy-egy odaszúrt félmondattal úgy hergelik is ezeket. Igen, hát nekem az a, ugye ez egy elég szerte ágazó téma, itt már gyakorlatilag minden szegmens, majdnem minden szegmens volt érintve. Én elég sok vadászt ismerek személyesen, akik bizonyos rendszerességgel vadásznak, és hála Istennek egyikük sem ez a proletár kategória. Ez a, gyakorlatilag az a baj, hogy nagyon sok vadász, attól függetlenül, hogy hivatásos vagy hobbivadász,
A vadorzó az megint egy teljesen más kategória, aki attól még rendelkezhet vadászengedéllyel, hogy ő éppen vadorzik, de ő megint egy más kategória. Tényleg ilyen felfegyverzett proletárok, nagyon-nagyon sokan, és ennek a, hát akiket én ismerek, hála Istennek nem, de ennek a hátterében az van, amire itt Tamás utalt, ez az elmúlt 40 év, ami igazából több olyan értelemben ez az elmúlt 40 év, hogy itt nagyon sok minden összefügg, nagyon sok mindennel. Ugye a második világháború után gyakorlatilag a magyar emberektől elvették a fegyverkultúrát, és 1956 után még a rendőrnek sem lehetett civilben önvédelmi maroklőfegyvere, csak országgyűlési képviselőnek és bírónak. És a 89 után ezt nagyon minimálisan enyhítették, tehát az egyik legszigorúbb fegyvertörvény Magyarországon van az Európai Unióban, és ez összefügg azzal, hogy amikor valaki ugye az egyik legkönnyebben, még a sok, tehát a nagyon nehéz fegyverhez jutni, de az egyik legkönnyebb opció az ugye, hogyha kiváltod a vadászengedélyt. És ezt is ugye nagyon sok minősítéshez kötik, nyilván pszichológiai, mentális állapotot mérnek fel, minősítéseket kell lőnie az illetőnek, x darab vadászaton részt kell venni, és a többi, és a többi. De ugye nem vizsgálnak egy olyan szempontot, hogy ez az ember, ez fegyverérette. Csak mentálisan, hogy ugye nem fog bekattanni, és nem fogja lelőni, aki mellett áll körülbelül. Tehát így ezt vizsgálják, meg hogy nem fogja bűncselekményre használni. De az, hogy benne kialakult-e egy tisztelet a fegyver iránt, ezt nem vizsgálják. És bizony nem alakult ki, ezért a már nem tudom melyikőtök fogalmazott úgy, hogy lő, amire mozog. Mert egy felfegyverzett proletár, egy munkásőr puskával a kezében, mint egy olyan mentalitású ember, ugye Kádár Jánosról mondták azt, hogy ő nagyon szeretett a budai hegyekben helikopterről gépkarabéllyal muflonra vadászni. Tehát ez a kategória, ha megtehetné, megtenné, tök simán, tehát élvezné ezt a dolgot. De ezzel szemben ugye létezik egy teljesen másfajta vadászkultúra, csak az nem olyan hangos, mert ez egy arisztokrata dolog, nem azért, mert a anyagi értelemben egy valami félreértelmezett arisztokráciához van köze, hanem azért, mert jellem tekintetében a nemesi jellemhez van köze a vadászatnak. Ezt például a már emlegetett Fekete István vagy Mader Spak Viktornak van nagyon sok olyan regénye a háborús regényei mellett, ami a vadászatról szól, hogyha valaki ezekkel ismerkedik, hogy akkor... Széchenyi Zsigmond, pontosan, Széchenyi Ferenc leszármazottja. Nadler Herbert. Igen, a végtelenségű lehetne sorolni. És ez mind a második világháború előtti. Igen. Magyar vadászokat, akiknek a széles körben való népszerűsítése, illetve hát a vadászregényeik széles körben való ismertetése, mondjuk már általános iskolai szinten, az szerintem nagyban emelni ennek a problémakörnek, vagy nagyban elősegíteni ennek a problémakörnek a megoldását. Ugye ez az egyik része. A másik része pedig ez a kutya, nem kutya, minek nézte, így meg úgy meg amúgy. Nyilván ez is a proletár mentalitáshoz csatlakozik be egy kicsit, hogy ő most bárminek nézte, az csak úgy lelőtte. Nekem is van kutyám, viszonylag közel van hozzánk egy kis erdő, ahol én az esetek 95%-ában pórázon vezetem, tehát ha erdei ösvényen haladunk, akkor mindig minden körülmények között pórázon vezetem, és csak abban az esetben engedem el, hogyha egy nagy belátható tér van. Illetve azt is tudom, hogy abban a kis erdőben csak nyúl és róka van, azon kívül nagyobb vadállomány nincs. Nyilván bemehet, betévedhet, mert közvetlen környezetében vannak nagyobb erdők, de így alapvetően nappal nem hiszem, hogy ott át fog barangolni bármi, ami ilyen problémás lehet, de simán egy nyúl az megugorhat, és akkor ő meg elkezdi kergetni, főutak meg vannak. Tehát ez benne van a pakliban, mint ahogy az is, hogy összeverekszik egy másik kutyával, és én túl messze vagyok, ezek a dolgok benne vannak a pakliban, de itt tényleg az a legfontosabb, amit te mondtál, hogy a felelősség kérdése. Tehát ez a felelős állattartás, ugyanúgy, mint a felelős fegyvertartás, meg a fegyverhez való érettség. Ugye nagyon sokszor elő szokott jönni, hogy az állatvédő szervezetek, azok egy kicsit félreértelmezik ezt az állatvédelmet, és már az állatoknak ilyen emberi jogokat akarnak adni. Hát ezzel szemben az állatot azzal lehetne a legjobban megvédeni a felelőtlen embertől, hogyha az állattartást valamiféle jogosítványhoz kötnék. Hogy ez egy tanfolyamot el kell végezni, és alkalmasnak kell minősíteni arra, hogy kutyát tartson, vagy macskát tartson, és megvizsgálni azt, hogy azt képzeled, hogy a kutya a gyereked? Hát akkor te mentálisan beteg vagy, te nem kapsz kutyát.
térjünk át az utolsó témánkra. Ugye az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége plakátkampányt indított, pontosabban a Nyugati Pályán nevű Facebook oldal, de az pedig a nem titkoltan egyébként, hanem teljesen nyíltan az USA-nak a Budapesti Nagykövetsége támogatja. Ugye ez a plakátkampány az úgy néz ki, hogy az ország különböző pontjain, még falvakban is raktak ki ilyen szokásos óriás plakátot, és ezen egy 56-os kép van, egy kultikus kép, amikor ugye falra, vagy most így nincs is előttem konkrétan, de hogy fel van festve valóban az, hogy Ruszkik haza, és az egyik sarokban az van, hogy 1956 és ugye egy magyar zászló, a másik sarokban pedig az, hogy 2023 és egy ukrán zászló, ezzel ugye arra utalva, hogy itt párhuzamot lehet és kell vonni az 56-os magyar szabadságharc és a jelenlegi orosz-ukrán háború között, illetve még egy olyan felirat olvasható ezen a plakáton, hogy béke akkor lehet Ukrajnában, ha az orosz megszálló hadsereg kivonul. Hát nyilván az orosz-ukrán háborúnak többféle értelmezése van, és most szerintem ebbe talán nem is érdemes annyira belemenni, mert a hátralevő időnk erre nem lenne elég, erről órákat tudnánk beszélni, de mondjuk az, hogy az amerikai nagykövetség indított egy ilyen plakátkampányt Magyarországon, ráadásul ezzel a párhuzammal élve, úgyhogy egyébként 56-ban ők voltak azok, akik például Franco önkénteseit leállították, és nem engedték őket, hogy már Spanyolországot elhagyják. Ezek után azért talán kicsit arcpirító ez az egész, nem gondoljátok, János? De és abszolút egyébként a magyar belügyekbe való beavatkozás, tehát ezt nem is kell bővebben magyarázni, tehát ez az, de hogy mi ennek az oka, egy nagyon rövid gondolatmenetet, aztán meglátjuk, mennyire lesz rövid. Engedjetek meg ezzel kapcsolatban, ami az Egyesült Államok és Európa és benne Magyarország viszonya, amit egy, hát most már több mint fél évszázados kontextusba kell elhelyezni, ugye 1945 óta gyakorlatilag Európa nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, szellemileg, erkölcsileg is megroppant, és azóta tévelyek, és minden, ami, és nem is csak politika, vagy aktuál politika, hanem kultúra, életfelfogás, ha úgy tetszik, létszemlélet, az minden az Egyesült Államokból jön vissza ide Európába, mert ennek az életszemléletnek a csirái, az sajnos Európából indult ki, a francia forradalomból, aztán az Egyesült Államok és az amerikai civilizáció volt az egyetlen olyan civilizáció az emberiség történelmében, amely pusztán materiális alapokról nőtt ki. És az a paradox helyzet, hogy ez a civilizáció azt hiszi, hogy ez a civilizációk civilizációja, tehát így kell élnie az egész világnak, ebből következik a globális kapitalizmus, annak gyakorlati megvalósítása a demokrácia export, és igazság szerint ebből következnek az ilyen aprónak tűnő beavatkozási kísérletek, mint ez a mostani plakátkampány, de szerintem 1945 óta ezernyi ilyen beavatkozási kísérlete volt az Amerikai Egyesült Államoknak a világ számos pontján, és én nem azt mondom ezzel egyébként, hogy ne lennének mondjuk Amerikában becsülendő jobboldali személyek, szervezetek. Én csak azt mondom, és ezt lehet vitatni, de nekem ez a határozott véleményem, hogy az amerikai identitás alapjainál már nincs meg az a fajta viszonyulás egy transzcendens irányultsághoz, amely egyébként az európaiban, és az most lehet magyar, német, stb. Megvan, és egy amerikai számára az, hogyha ilyen mélységű identitást akar felfedezni magában, akkor csak úgy tudja egyénileg elérni, hogy az európai gyökereihez tér vissza. Tehát nincs egyszerű helyzetben egyébként ilyen szempontból egy amerikai nacionalista, vagy egy jobboldali se. És ez egy szubjektív vélemény, de nekem elég lesújtó a véleményem magáról az amerikai pszichéről, tehát európai szemmel nézve rendkívül felszínes és bárgyú. És még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ne lenne akár sok kivétel, de összességében véve én ebben látom a fő problémát, ez az amerikanizmus, ami ugye Európára is visszavetül, és gyakorlatilag Európának nincs önálló arculata. Azt pedig egyenesen elszomorítónak tartom, és ez már aktuál politikai kérdés,
amikor Macron elnök Kínában mond valami olyasfélét, hogy talán Európának bizonyos ügyekben, hát nem mindenben, de bizonyos ügyekben ki kellene alakítani a saját álláspontját, amely, ha nem egyezik az amerikaival, hát akkor is képviselni kell, és erre a lengyel elnök azt mondja, hogy semmiféle európai szeparatizmust nem támogatunk. Tehát ez ebben a kontextusban azt jelenti, minthogyha, és ez így is van, a lengyelek úgy tekintenének magukra és Európára, mint az amerikai birodalom, hát a birodalom ellen birodalom, mint ahogy az amerikai civilizáció és ellen tradíció részei lenne, és hogyha abból kicsit ki akarunk kacsingatni, a szeparatizmus, tehát az önálló európai politikának a gondolatát is elveszi, vagy elveti. Itt az az érdekes nekem ebben az egész történet kapcsán, hogy nyilván eddig is lehetett sejteni, meg tudni, hogy mondjuk a magyarországi baloldal mögött milyen erők, meg kik működnek, de hogy mintha így a tavaly áprilisi választások óta így egyre többször így ez a na jó van, menjetek innen, majd mi ezt csináljuk, mert úgy látszik, hogy nektek ez nem sikerül, nektek nem működik. És mintha így, és nem akarok ilyen nagy szavakat, vagy ilyen nagy izéket mondani, hogy most ez a plakátkampány is egy kicsit olyan, mintha már egy ilyen készülődés lenne a hamarosan a nyakunkra jövő önkormányzati választásokra, és hogy tényleg akkor így most már így akkor azt mondják, hogy tudjátok, mit majd mi csináljuk, mert ti úgy látszik, hogy tényleg ehhez nem értetek. Hát most legfeljebb már csak abba lehet most idézőjelbe bízni, hogy Mészáros Lőrinc plakát helyeire kerülnek ki ezek a plakátok, és akkor készülhetnek a dollár jobb oldal videók az ilyen megmondó emberek részéről, de nyilván ez csak egy vicc volt. Úgyhogy én inkább ebbe az irányból közelíteném most meg. Hát ezt az Egyesült Államok szájából 56-tal kapcsolatban bár ilyen jellegű megnyilvánulás, az végtelenül álszent, mert ahogy te is mondtad, az USA volt az, amelyik keresztbe tett a frankó kékingeseinek, amikor el akartak indulni, ugye segíteni 56-ban nekünk. Ugye az USA ennek tettében, hátterében az állt, hogy attól tartottak, hogyha itt egy harmadik ország beszáll ebbe a konfliktusba, akkor ez terebélyesedik, és akár a harmadik világháborút elősegítő cselekmény is lenne. És ugyanez az oka egyébként annak, hogy csak hadianyag, fegyver és ugye maximum kiképzők tekintetében, meg hát nyilván a zsoldosok, de most ezt minden irányból, minden ország le fogja tagadni, hogy ő támogatná a zsoldosét, a legtöbb országban ugye törvény tiltja. Pro és kontra, mert ugye orosz oldalon is találhatunk zsoldosokat. Tehát, hogy akkor ők csak ezzel hajlandóak támogatni, mert látják, hogy Oroszország ezt még úgy, ahogy, bár mindig vannak kiszólások, de meg egyre keményebb odaszólások, de ezt még úgy, ahogy lenyelik. Viszont, hogyha az USA ténylegesen hadsereg támogatná az ukránokat, akkor ott megint csak ez terebélyesedne egy harmadik világháborúra, az teljesen egyértelmű. Tehát akkor ott már annyi hadviselő fél lenne a saktáblán, vagy terepasztalon. Tehát én erre így ebben a formában, hogy akkor plakátkampányt csinálunk, hogy Ruszkik haza 56 meg 2023, csak az egyik Budapest, a másik pedig, vagy az egyik Magyarország, a másik pedig Ukrajna, ez ebben a formában végtelenül álszent. Mindazonáltal én azért ugye soha nem rejtettem véka alá, és nem továbbiakban sem fogom, hogy egyáltalán, tehát azt szeretném aláhúzni, mert ezt mindig belemagyarázzák az ellenkezőjét, hogy nem vagyok véletlenül sem Zelenszkij pártján, véletlenül sem, még annyira sem vagyok az USA pártján, és úgy unblock Ukrajna pártján sem, de legalább ugyanennyire vagyok Oroszország, tehát a jelenlegi Oroszország és Putyin ellenében, és nem gondolom azt, hogy egy picit is pozitívabb erőteret képeznének, mint az ellenoldal. Tehát mind a kettőt egy nagyon sötét képződménynek gondolom. Péter? Mindent elmondtatok a szakértők, de igazából csak eszembe jutott a nagykövet, hogy mintha most ő is így aktivizálta volna magát, nem? Tehát, hogy benyomták a gombot, és akkor az ügynök elindul. De most ez jutott eszembe róla, hogy ilyen liberális tanárbácsi, aki magyar történelmet próbál nekünk tanítani. Ez a kampány is, hogy még múltkorjában is volt egy ügye, amikor talán 56 kapcsán valamit mondott, valami félre sikerült, de hogy nem tudom, rémisztő képződmény, amit megtestesít. Hát és ugye tényleg aktivizálta magát
megbeszéltük, hogy erről nem beszélünk, de azért röviden akkor mégiscsak emlékezzünk meg róla. Ugye Gyöngyösi Márton meghívta a Széder vacsorára, ugye nagy csütörtökön, és hát ő volt az egyetlen politikus, mármint Gyöngyösi, aki részt vett ezen a kis összejövetelen, és hát eléggé szürreális volt őt kipában látni, főleg a 2012-es parlamentben elmondott beszéde után, úgyhogy tényleg aktivizálta magát a... Tehát ahogy te fogalmaztál, ugye Pressman Dávid, a miniszterelnök meg ugye azt mondta, hogy présember, és bármelyiket is fogadjuk el azért. Pressmanó. Minden együtt van, amit megtestesít. Viszont a műsoridőnk lassan lejárt, úgyhogy csak egy gyors kört fussunk egy-egy mondatban, válaszoljatok, hogy szerintetek mi várható még az amerikaiak részéről. Elsősorban most így a magyar beavatkozásra gondolok. János? Hogy az előbb mondtad, hogy úgy tűnik, mintha az amerikaiak megelégelték volna kissé, vagy nem is kissé a magyarországi balliberális ellenzéknek a szerencsétlenkedését, és a saját kezükbe veszik most már nyíltan a dolgoknak az irányítását. Ebből kifolyólag én arra számítok, hogy ez fokozódni fog. Én is ezt tudom mondani, hogy ez a fajta nyomás fokozódni fog, a témakiváltó jelenség pedig el fog tűnni a sűjesztőben örökre. Ez alatt mit értesz? Hát ugye a Gyöngyösi meg ez a... Ja, Jobbik. Ja, hát igen, már annyira jelentékeny dolog, hogy már el is felejtettük. Ja, szóval azt hittem Ukrajnának. Ja, nem, hát ez a... Azért az még nem biztos, hogy lesz. Gyöngyösi hamarabb. Béla? Hát biztosan fokozódni fog. Fokozódik a nemzetközi helyzet, ahogy ugye a klasszikus idézettel éljek. Szerintem egyébként pro és kontra, tehát mind a két, ez a nyugati demokrácia export, amit ugye az USA-nak szoktak tulajdonítani, illetve ez az újfajta, újonnan értelmezett keleti demokrácia, hogy ilyen picit viccesen fogalmazzam meg, ez az oldal is ugyanúgy be fog kapcsolni, és ugyanolyan befolyási kísérletei lesznek, és a magyar társadalom az ebben a kérdésben abszolút két részre van szakadva. Én úgy látom egyébként, hogy a befolyásolási kísérletek azért hatástalanok, mert nem tud egyik oldal semmit mondani a másiknak. Tehát mind a két oldal megvan róla győződve, az egyik nyilván ez a balliberális blokk, akik egyetértenek az USA jelenlegi plakát, vagy pontosabban a nagykövetség plakátkampányával. A másik oldal pedig mindenki más, és akkor van néhány kivétel, mint amiben én is tartozom, hogy nem kívánok egyik oldalon sem így elhelyezkedni, meg egyik oldallal sem tudok azonosulni és egyetérteni. És úgy látom, hogy itt az FSB befolyása alatt lévő médiafelületek, azok gyakorlatilag bármit mondanak, itt csont nélküli bevétele zajlik ezeknek. Tehát én mind a két oldal úgy gondolom, hogy felerősíti ezt az ilyen jellegű kommunikációt. Csatlakozom az, hogy fokozódik ez a helyzet. Én azt látom, hogy Ukrajnára vessük a szemünket, hogy ott mi folyik, mert ezt gondolom valahogy lehet, hogy velünk is ugye, ilyesmit szeretnének csinálni, hogy benne van a pakliban, ahogy most nem tudom, meddig tart az egész háború, de körülbelül, hogy Ukrajnát, ezt a területet így szétszedik mindenféle síkon, tehát amit akarnak, azt csinálnak, körülbelül ezt érzem. Hát, hogy a befolyásolási kísérlet erősödnek, biztos. Hát nem túl pozitív így a műsornak a végkicsengése, de hát reméljük, hogy az előtte elhangzó gondolatokban azért voltak olyanok is, amikből mindannyian erőt tudunk meríteni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai napon, és hát Zsoltnak még egyszer jobbulást kívánunk innen is. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, és kövessétek továbbra is a Magyar Jelent, illetve ugye a Bunkernek a két hét múlvai adását is ajánljuk figyelmetekbe.